Moson-Magyaróvárváros képviselőtestületének lehetősége van arra, hogy minden évben általános közmeghallgatás keretében számoljon be az elmúlt időszak tapasztalatairól, eredményeiről. Az idei évben október 29-én várták az érdeklődőket a közmeghallgatásra, ahol elsőként Árva István számolt be 2021 eddigi eredményeiről. A polgármester elmondta, már 2020-ban átért a beszámoló a megszokottól a koronavírus miatt, de stabil maradt a város gazdasági helyzete. 2021-ben már több ütemben valósult meg a költségvetési terv, és mivel kieséssel számolt az önkormányzat, így visszaszorították évelején a fejlesztési lehetőségeket. 2021 évben a költségvetés eredeti előirányzata az előző eredeti költségvetéshez képest közel 1,4 milliárd forinttal volt alacsonyabb, figyelembe véve az, hogy csak a biztos rendelkezésre álló bevételek és források kerültek számbavételre. A helyi adóbevételek tekintetében 1,2 milliárd forinttal kevesebb forrásra számoltunk, melyen belül az iparűzési adó bevételt a tervezett csökkenése 1 milliárd forintot tett ki. Árva István hozzátette, a fél év vonatkozásában az önkormányzat likviditási helyzete már kedvezőbben alakult, egyrészt a központi döntések, források segítségével, másrészt az évközi állami támogatások elszámolásából adódóan, illetve a vagyonhasznosításból keletkezett többletbevételek miatt. A költségvetés főösszege a pótlólagos források révén 1,9 milliárd forinttal nőtt. Az önkormányzat költségvetése stabil, jelenleg is megbízható lábakon áll, magasan képzett tartalékkal, felkészülve a jövőben esetleges külső negatív hatásokra. Jelen időpontban az önkormányzat tulajdonában lévő bármikor visszaváltható, ma még kiemelkedő kamatozású állam és önkormányzati kötvény állomány 1 milliárd forint, mely befektetés kezelést is igényel, de egyrészt a megbízható gazdálkodást, az intézmény fenntartást, a munkahelyek és a munkaerők megtartását is szolgálja. A polgármester hozzátette, az előzetes tervekkel ellentétben folytatni tudták az intézményi bérfejlesztéseket, a kiemelt soron szereplő civil szervezetek támogatását, amire 150 millió forintot különített el az önkormányzat, valamint a kormányzati, csak nem 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően folytatódik a belterületi út, járda és kerékpárút fejlesztés, amit 2022. december 31-ig kell megvalósítani. Árva István továbbá hozzátette, több önkormányzati intézmény felújítása véget ért, de van, amit a jövőben is folytatnak. Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre. Folytatódik az Értedültetjük fásítási program, valamint 15 millió forint pályázati forrásból felszámolták az illegális hulladék lerakókat is. Az idei év nagy projektjei a vízi sporttelep és a mofémtelepi bölcsödeépítés. Az általános közmeghallgatáson a Moson-Magyaróvári Városvédő Egyesület elnöke is tolmácsolta kérdéseit és észrevételeit. Unger András többi között a Wittmann Park rehabilitációjának fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint az elnök fogalmazott, az egyesület vállalja, hogy tárgyalási alapként 2022-ben elkészít egy rehabilitációs javaslatot, figyelembe véve az AgriNatur projekt terveit is. Unger András arra kérte az önkormányzatot, hogy jövőre a kezdeményezést egy tárgyalási alapnak fogja fel, valamint teremtsék meg a pénzügyi alapot. Unger András kiemelte, tudja, hogy a rehabilitáció hosszú folyamat és milliárdos nagyságrendű, de fontos, hogy elkezdjék, és egy élhető helyzetet teremtsenek a Wittmann Parkban. A megoldás sürgeti önmagába az a tény, hogy a vár és környezetének rehabilitációja elkészült vagy folyamatban van, most a második ütem zajlott le, és tudomásunk van arról, konkrét tudomásunk, hogy jön a harmadik ütem, és ez a harmadik ütem egy közvetlen átjárási lehetőséget fog teremteni a vár környezete és a Wittmann Park között. Tehát, hogy mondjam, nyitni kell a Wittmann Parkot is, hogy ez a közvetlen átjárásnak valamilyen érdemi funkciója legyen. Az általános közmeghallgatáson a városvezetés felé tolmácsolt kérdések között szerepel továbbá a mosoni temető felújítása, az északi elkerülő út, valamint emléksírok helyzete, egy Moson vármegyei emlékmű létrehozása és a vízi sporttelep elnevezése is.